Ha nem tévedek, körülbelül 15 éve működik itt a Medical Center a kerületben. Mit tud arról elmondani a polgármester úr, hogy hogyan indult ez a kapcsolat, és az elmúlt évek tükrében milyen volt a viszony ezzel az intézménnyel, és hogyan értékelni ezt a pár évet? Valóban már több mint egy évtizede indult a kerületben el a Medical Center, egyfajta párhuzamos szolgáltatást kínálva a szakrendelő mellett, ami ugye az Egészségház utcában működik. Akkor ez újdonság volt, több olyan szolgáltatás is megjelente szolgáltató révén, amit a szakrendelő nem tudott nyújtani a kerület lakosságának. Vélhetően ezért az akkori önkormányzat, akkori vezetése támogatta ezt a kezdeményezést. Kialakult egy fajta párhuzamosság, tehát volt egy úgymond állami, egész pontosan fővárosi fenntartásban lévő járóbeteg szakellátás az Egészségház utcában, és mellette viszonylag változatos kínálattal ez a Medical Center is elindult. És azt gondolom, hogy nem tett rosszat a kerületnek, volt választási lehetőség, volt egy szolgáltatásbővülés, amiből mégis a 17. kerület lakossága profitált. Ez így ment egészen mostanáig, 2013. januárjáig, amikor, mint derült égből a villámcsapás, megjelent egy ANTS határozat, amelyben a 17. kerület számára drasztikusan korlátozták a Medical Center szolgáltatásainak elérhetőségét. Mit gondol, milyen érdekek érvényesülhetek a döntésnek a meghozatalában, és mi a véleménye erről, hiszen, mint ismeretes, a polgármester úr is sajtóorganumokon keresztül értesült a hírről, tehát nem kapott sem e-mailt, sem levelet, sem telefont. Botrányosnak tartom ennek az egész döntésnek az előkészítését, hiszen az önkormányzat és az önkormányzat polgármestere semmilyen formában nem kapott tájékoztatást arról, hogy készül egy ilyen döntés. Ez az ANTS határozat számunkra egész pontosan akarok fogalmazni, január 18-án vált ismerté, mégpedig úgy, hogy január 21-én az be is vezetik. Erről nem tájékoztatott a döntést a határozatot hozó ANTS bennünket, nem tájékoztatott a szolgáltató cég, a Medical Centernek a vezetője. Az újságból, illetve egész pontosan az elektronikus médiumból szereztünk mi is erről tudomást. Én erre válaszul nyomban kiadtam egy közleményt, amiben leírtam, hogy botrányosnak és fölháborítónak tartom magát az intézkedést és a formáját is egyaránt. Tehát, hogy nem vonják be a leginkább érintetteket, ez számomra elképzelhetetlen. 87 ezer embert képvisel Rákosmentő önkormányzata, az a minimum, hogy megkérdezik előtte a véleményét, mielőtt egy ilyen döntést meghoznak. Mit gondol, hogyan fordulhat az elő, hogy az ANTS határozata, illetőleg maga ez a szervezet figyelmen kívül hagyja az itteni embereknek az érdekeit, ezt a 87 ezer embert? Én azt gondolom, hogy ez egy felháborító dolog, aminek mindenképpen szükséges valamilyen fajta szankciója legyen. Következményt szeretnék én magam is, és a szombati nap óta ebben a kérdésben több lépést is tettem, beszélni fogok hamarosan az ANTS főigazgatójával, tiszti főorvosi hivatal vezetőjével, és én azt gondolom, hogy le kell szűrni a konzekvenciákat. Az első, az, hogy az önkormányzat nevében mindent meg fogok tenni azért, hogy ezt az embertelen és ostoba döntést visszavonassam. Egész egyszerűen az a célunk, hogy ezt a korlátozó döntést helyezzék hatályon kívül a lehető leghamarabb, és álljon vissza az a korábbi állapot, hogy a kerületben élők térítésmentesen igénybe vehessék a korábbi ingyenes szolgáltatásokat. De ez a helyzet egyébként arra is lehetőséget ad most, hogy átgondoljuk, hogy mik azok a fejlesztési igények itt a kerületben, ami az egészségügyet érinti, amit esetleg itt most akár a Medical Centerben, akár a Balcsi Zsilinszky Kórházhoz tartozó járóbeteg szakrendelőben esetleg ide a kerületbe ki kellene hozni. Gondolok itt a gyermeksebészetre, gondolok több olyan funkcióra, ami adott esetben szerintem egy 87 ezeres kerületnek természetes igénye lehet. Tehát itt egyrészt most mindent meg fogunk tenni, hogy napokon belül eredményt érjünk el, ez a határozat kerüljön a papírkosárba, és mellette párhuzamosan megpróbáljuk a lakosság véleményét is kikérni, aláírásgyűjtést kezdeményezünk, és mindent megteszünk azért, hogy ennek a helyzetnek az apropóján egyrészt visszajön az eredeti állapot, másrészt pedig a jövő szempontjából elindítsunk olyan
fejlesztéseket, amelyek az egészségbiztosítási pénztár, Balcsi-Zsinszky kórházzal közösen itt a kerületben megjelenhetnek. Tehát ütjük a vasat, még meleg, és azt gondolom, hogy eredményesek leszünk. Sikerült-e az üggyel kapcsolatban esetleg elérni az illetékes szervet, vagy a Medical Center ügyvezető igazgatóját? Tehát vannak-e olyan konkrét információk, amelyeket már a polgármester úr is tud az ügy kapcsán, vagy még mindig semmi? Ügyvezető úr semmilyen formában nem tájékoztatott bennünket erről a változásról, jelen pillanatig sem tudtuk elérni. Az INTS-szel tárgyalunk, már a regionális vezetővel reggel a polgármesteri hivatalban egyeztettem, ő is mindent megtesz, hogy a, úgymond az ő fölötte működő országos tiszti orvosi hivatal is átlássa a helyzetet, megértse azt, hogy ez egy rossz döntés. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezen a héten, és bízom benne, fogunk tudni egy helyesbítő döntést elérni. A Medical Center ez egy magáncég, és az a célja, hogy minél több profitot szerezzen be. Ők új ellátási területeket és új betegeket szeretnének megszerezni, ezáltal nagyobb olyan finanszírozáshoz hozzájutni. Az ő részükről ez a törekvés. A mi részünkről pedig az a törekvés, hogy a kerületben élő embereket ne érjen semmilyen hátrány, maradjon meg a biztonságos egészségügyi ellátás. Tehát azt gondolom, hogy a Medical Center egy magánérdeket képvisel, egy üzleti érdeket, mi pedig egy közérdeket, a kerületben élő emberek egészségügyi ellátásának biztonságát. Tehát megértem nyilván az ő törekvését is, de azt hiszem, hogy ennek a döntésnek kárvalótja nem lehet. Kárvalótja nem lehet, pláne nem 17. kerületi. Ezért állunk ki. Az már napvilágra került, hogy megmaradnak olyan szolgáltatások, például a labor is, amelyet igénybe vehetnek a 17. kerületi lakosok, ám nem mindegyik körzetben, kerületrészben. Így javarészt inkább rákoskertiek, csabaiak. Ennek mi lehet az oka? Ez egészen nagy ostobaság. Tehát a kerületet felszabdalni, hogy bizonyos kerületiek továbbra is ingyenesen vehetik ezt igénybe, más kerületiek nem, ez tehát az embernek a maradék haja is égnek áll. Tehát erről szó nem lehet. Tehát ezért is azt gondolom, hogy helytelen ez a döntés, ezért is szükséges kijavítani. Kerületi és kerületi között, rákosmenti és rákosmenti között nem lehet különbséget tenni, ezért azt szeretnénk elérni, hogy mindenkinek a kerületben, aki itt él, legyen lehetősége ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni. Ez az önkényes átalakítás ugye a kerület 90%-át érinti. Reméljük, hogy ezen a héten sikerül állásfoglalni, több információt megtudni. Mégis akinek időpontja van, már bejelentkezett, vagy nem tud erről az információról, hova forduljon, kihez és mi a teendője? Aki már bejelentkezett korábban a Medical Centerhez és kapott időpontot, annak nincsen semmi aggódni valója, ők továbbiakban is ezt igénybe vehetik, és fogják őket fogadni. A gond az, hogy most hétfőtől, ha valaki most kopogtat be ide, akkor nem biztos, hogy tudnak neki időpontot adni. Tehát a kérdés úgymond a jövő elrendezése, akik ezt a múltban már elindították, azoknak továbbra is meg kell, hogy történjen az ellátása teljes körűen. De mi azért küzdünk, hogy a jövő szempontjából is legyen ennek az ügynek egy megnyugtató rendezése, és minden rákosmenti, ahogy a korábbi időkben is, igénybe vesse térítésmentesen ezeket a szolgáltatásokat. És hogy említette a beszélgetésünk elején, azt még nem tudjuk, hogy hova fordulhatnak a lakosok, hol tudják majd a jövőben igénybe venni az egészségügyi ellátást, ha a Medical Centerben esetleg nem. Én azt gondolom, hogy ennek egyfajta alternatívája lehet, ez pedig a szakrendelő fejlesztése. Az a baj, hogy a szakrendelő számos szolgáltatást jelenlegi fejlettségi állapotában, eszközparkjában nem tud biztosítani, ezért is van tere lehetősége egy magáncégnek, egy Medical Centernek működni a 17. kerületben. Ha fejleszteni az állam a saját fenntartásában lévő rendelőintézetet, akkor ez nem lenne probléma. De mivel sajnos nem fordítottak az elmúlt években, évtizedekben elegendő forrást ezek fejlesztésére, ezért van itt egy rés, a rés a pajzson, amin egy magánbefektető be tud hatolni, ki tud alakítani egy betegkört, és tud normális finanszírozással működni, gazdasági hasznot termelve a tulajdonosnak. A jövő az,
hogy az állam lássa be azt, hogy szükség van arra, hogy szerepet vállaljon, hogy minél színvonalasabb egészségügyi szolgáltatást kínáljon az emberek számára, és ezért én mindent megteszek azért, hogy megértessem a fenntartójával a szakrendelőnek, hogy igenis szükség van arra, hogy pénzt szánjanak az épület fejlesztésére, szükség van arra, hogy új eszközöket szerezzenek be, szükség van arra, hogy a szolgáltatás kínálatot bővítsék. Azt gondolom, hogy ez a jövő útja, egy nagyobb állami szerepvállalás a kerületi egészségügyben, én ezt szeretném elérni.